Meg kell érteni tulajdonképpen egymásnak a gondjait. El kell felejtetni, mielőtt meg kilépünk a színpadra, bocsánatot kérek, a zöld gyepre. És csak egyért harcolunk, a győzelemért. Megvédeni azt a klubot először is, ahol tulajdonképpen, amelyik dresszet fölveszi saját magunk. Hogyha jó Isten megsegít bennünket, és olyan értéket adott, hogy megvédeni egy magyar hazát, vagy egy bármilyen országot, az még nagyobb felelősség. Mert mielőtt még kimész héttel a futballpályára, legyen akármilyen mérkőzés, barátságos nemzetközi mérkőzés is, nálam nem voltak barátságos nemzetközi mérkőzések. Egy volt előttem, hogy az a 10 millió csak, ami Magyarországon van magyar, boldog legyen, és akik távol vannak a hazáiktól, azoknak is tulajdonképpen boldogságot szerezzek, és ugyanakkor büszkén mondhassák azt, hogy igenis mi magyarok vagyunk. És ugyanebben, már hogyha lélekről beszélgetünk, és beszélgetünk az örömről, és én borzasztóan szerettem mindig mosolygós arcú emberek között élni. Mert ez egy ragályosság. Öröm ragály. Mit jelent Magyarország? Anya. És apa szülő. Ezt nem lehet két szóval elmondani, hogy őszinte legyek, vagy benne kell élni. És a himnusz? Nézd, az első dolgom kérdezően felállok, és zakogok. És akkor előtte van a múlt. Mit mondjuk?